Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkasné Évet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntök mindenkit, Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk mindenki kortól, nemtől függetlenül tegezi egymást. A PPH előtti foglalkozásom informatikus volt, tehát informatikával, számítás technikával foglalkoztam. Mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Polcsama településen élek, párommal, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. Családi helyzetem házas. A PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont már csak ez a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és az emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadásra képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, de remélem mindenki jól hall, jól lát, a föld túlsó feléről is, hiszen mi sem vagyunk Magyarországon, hanem éppen kicsit eltávolodtunk Magyarországtól, nem olyan nagyon. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Én nagyon szeretek megfigyelni olyan, tehát az embereket szeretem megfigyelni, ugye a saját emberénket is, teljesen vadidegen embereket is, most van lehetőségünk arra, hogy megfigyeléseket tegyünk emberek tekintetében. És hát ugye elég fura számomra legalábbis, hogy mintha nem vennének tudomást az emberek a változó világról. Tehát mintha azt gondolnák, hogy a világ az visszatért abba a kerékvágásba, amiben volt. És megpróbálják az emberek úgy élni az életüket, mint amikor mondjuk 2018-ban vagy 2019-ben élték az életüket, és nem veszik azt figyelembe, hogy egy megváltozott világban élünk, ahol semmi nem úgy fog működni, ahogy előtte működött. Tehát ugye van egy átalakuló világ, és mintha ezt nem akarnák észrevenni. Tehát itt nem ukrajnai háborúról szól a történet. Az ukrajnai háború az csak egy eszköz
arra a próbálkozásra, hogy megváltoztassák a világban a rendet. Tehát ami volt mondjuk 2019-ig, hát ha megfigyelitek, ugye 2019 évvégétől, 2020 évelejétől, hát elég nagy változások történtek a világunkban, és az változtatott már némi nemű leg a világ rendjén. Tehát mit jelent a rend? Hát az a rend, amire ez az emberek szoktak. Tehát az emberek szoktak, ugye a világban szoktak. Hát az a rend az változóban van. És ez ugye abból fakad, hogy már egy jó ideje változóban van a világ, a lakosság ezt nem veszi tudomásul, ez a változás abból fakad, hogy az USA az már nem tölti be azt a gazdasági hatalom szerepet, amit betöltött régebben, tehát magyarul az ő gazdasági hatalmi szerepe az közel nem olyan kimagasló, mint régen volt. Ez a kimagaslás ez folyamatosan csökkent az évek, évtizedek során, ami ugye akkor volt a tetőzése az amerikai gazdaságnak a világ többi országához képest, amikor a Szovjetunió összeomlott. Tehát azzal, hogy a Szovjetunió összeomlott annak idején, a kétpólusú világrend megváltozott, és lett egy egypólusú világrend. Ezt az egypólusú világrendet ugye az Amerikai Egyesült Államok tartotta fenn hosszú-hosszú ideig, mert ugye régen a kétpólusú világrend az azt jelenti, hogy volt a Szovjetunió, és volt az USA, és mind a kettő egy kimagasló hatalom volt a többi hatalom, tehát a többi ország azokhoz képest messze elmaradt, mind gazdaságban, mind pedig mondjuk katonai hatalomként messze elmaradtak. És amikor sikerült elérni a gazdasági verseny következtében, hogy a Szovjetunió anyagilag nem bírta a gazdasági versenyt az USA-val kapcsolatban, ezáltal gyakorlatilag a Szovjetunió szétesett. És onnantól már nem kétpólusú világrend volt, hanem egypólusú világrend, és ez az egypólusú világrendnek az lett a lényege, hogy az Amerikai Egyesült Államok csendőri szerepet tölthetett be a bolygón. Ez azt jelenti, hogy nekik valami nem tetszett, akkor oda felvonulhattak katonasággal, és rendet teremtettek. És ugye a Szovjetunió szétesett, és ugye maradt Oroszország, és a hozzá kapcsolódó ugye fák, független államok közössége nevezetű szövetség, amely ugye már nem játszott olyan gazdasági szerepet, közel sem, mint előtte, ezért létrejött az egypólusú világrendszer, tehát világrend, inkább úgy mondom, és hát ugye azt gondolta az USA, hogy ez az egypólusú világrend, ez folyamatosan fenntartható. Na most azért ugye mondanék ezzel kapcsolatban dolgot, hogy nem az USA gondolta így, hanem az USA mögött lévő igen gazdag családok. Például olyanok, hogy Rockefeller család, stb. Stb. Na szóval lényeg az, hogy azt gondolták, hogy ez az egypólusú világrend, ez fenntartható lesz évtizedeken vagy évszázadokon keresztül, és emiatt az egypólusú világrend miatt gyakorlatilag azt csinálhatják majd a világban, amit akarnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha azt akarják, hogy mit tudom én, egy országban ilyen kormány legyen, akkor olyan kormány lesz. Ha az országban azt akarják, hogy ilyen polgári rend legyen, akkor olyan rend lesz. Szóval a lényeg az, hogy,
hogy ők gyakorlatilag meghatározhassák, ezt gondolták, hogy meghatározhassák majd a világban, hogy mi legyen. Szó szerint ezt jelenteni az egypólusú világrend. Tehát magyarul az egypólusú világrendnek a vezetői eldöntsék, hogy a világ többi országában mi legyen. Tehát ezt gondolták ki, erre volt a törekvés évtizedeken keresztül, hogy szépen arra felé haladjon a világ, hogy legyen majd egy olyan további egypólusú világrend, ahol a világot egy kormány irányítsa majd. Nyilván Amerikai Egyesült Államok vezetésével természetesen. Ami azt jelenti, hogy akkor nem Amerikai Egyesült Államokról beszélnénk, hanem úgy működne a világban az országok, mint most az Amerikai Egyesült Államok. Tehát gyakorlatilag lenne egy földbolygó lévő Egyesült Államok, érted? És az azt jelenti, hogy annak a vezetése az Amerikai Egyesült Államokból indulna ki, és annak a vezetése egy pár igen-igen gazdag család kezébe lenne. Mert ugye, hogy működik a gazdaság? A gazdaság úgy működik, hogy nem azok irányítják az országokat, akiket gondoljuk, hogy irányítják az országokat, hanem azok irányítják az országokat, akiknek az országok tartoznak. Oké? Tehát, ha te azt gondolod, hogy mikor tele vagy adóssággal, hogy te irányítod a saját életedet, akkor te óriási tévedésben vagy, ugyanis az irányítja a te életedet, akinek tartozol. Oké? És ez mindenütt a világban így van, hogy igazából akinek valaki tartozik, az osztja a lapokat. Ő keveri a kártyát, érted? És olyan lapokat rak a kártyába, amilyet akar. Mert akinek tartozik egy ember, vagy egy ország, azé a hatalom. Ha ezt valaki nem hiszi, ugodtan járjon utána. Ez pontosan így működik. Tehát amikor az emberek azt gondolják, hogy eladósodás mellett ők irányítják a saját életüket, hát óriási tévedésben élnek. Tehát most gondold végig, ha a bank most hirtelen azt mondaná, hogy holnap fizesd vissza az összes pénzt, amit adott neked, meg annak a kamatait is. Mit csinálnál? Akkorát szívnám, mint a boci. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy most még nem ezt csinálják a bankok, de akár bármikor megtehetnék. Mind erre vannak is példák. Tehát a történelemben vannak is példák. Hogy egy adósnak azt mondta az, akitől felvette, ugye a hitelező azt mondta, hogy jó, nekem most adja vissza a pénzt. De nekem most van rá szükségem. Oké? Na most, ez azt jelenti tehát, hogy gondoljátok végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol még ezt azért meséltem el, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ha nem lennének eladósodva az országok, akkor mondhatná bárki azt, hogy az országok vezetői irányítják az országot. De mivel az országok 90 akárhány százaléka el van adósodva, ezért minden eladósodott ország az nem irányítja a saját működését, hanem azok irányítják, akiknek az ország tartozik. Ha ezt valaki meg akarja cáfolni, az téged meg akar etetni, magyarul neked hazudik. Világos ez? Tehát
mivel az országok el vannak adósodva, és a legjobban eladósodott ország az Amerikai Egyesült Államok, egyfőre esően is, tehát a lakosság egyfőjére esően is a legeladósodottabb ország az USA, ez azt jelenti, hogy az USA-t nem a hivatalos hatalom irányítja, hanem azok, akiknek el van adósodva az ország. Világos ez? Csak hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Aki azt állítja, hogy nem így van, még egyszer mondom, az hazudik. Oké, és azt ne hidd el, mert az be akar téged csapni. Tehát ez mióta a világ így működik, hogy az irányítja azt a szemét, azt a várost, vagy azt az országot, akinek tartoznak. Világos? Ilyen egyszerű. Na szóval, lényeg az, hogy azt tervezték, hogy megvalósul hosszú évtizedeken keresztül az USA és természetesen a mögötte lévő hitelezők azt gondolták, hogy ameddig a világ az világ lesz, egypólusú lesz már a világrendszer, mert tönkretették a másik pólust, a Szovjetuniót. Csak nem számoltak azzal, hogy vannak sokkal dolgosabb népek, mint akik az USA-ban élnek, mint akik Európában élnek, és ezek a dolgos népek úgy hívják, hogy sárgák. Tehát a sárga faj a sokkal dolgosabb, mint a fehér faj. Bocs, de ez van. Oké? Sőt, fel lehetne sorolni, hogy a fajok dolgossága az úgy működik. A sárgák a legdolgosabbak, utána a fehérek, utána a feketék, és utána a barnák. Oké? Na most, ezt is az embernek tudnia kellene, mert emiatt lehet látni dolgokat. Tehát ha az ember tud ilyen kis részleteket, akkor tudhatja azt, hogy egy barna nemzetből álló ország az önmaga magától soha nem lesz gazdag, érted? Mert utálnak dolgozni a barnák. Oké? Ha gazdagok lesznek, akkor annak valami oka lesz, hogy gazdagok lesznek. Mondjuk azért, mert dolgoztatnak más népeket, és ki tudják termelni az olajat. A más népek. Oké? Tehát például egy csomó arab országban, például ott is, ahol most a fotball világbajnokság volt, tavaly, ott úgy dolgoznak, hogy az arabok, akik ott élnek, benszülött arabok, nem dolgoznak. Semmit. Csak kapják az államtól a jövedelmet, oké? És az összes melót azok vendégmunkások látják el. Oké? Tehát a vendégmunkások termelik meg az országban a dolgozóknak a jólétét, vagyis a nem dolgozóknak a jólétét, a benszülötteknek a jólétét. És az araboknál például nem egy országban van ez így. Ott, ahol az olajból élnek, ott majdnem mindenütt így van, hogy a saját népüknek nem kell dolgozniuk. És a vendégmunkások dolgoznak. Tehát, ezt csak most azért mondom, hogy tiszta és világos legyen, hogy a legdolgosabbak a sárgák. És mindig is ez volt. Mindig is a sárgák voltak a legdolgosabbak. A fehérek nem annyira, de még mindig, mint a feketék mint a és a barnák. Még mindig dolgosabbak. Szóval a lényeg az, hogy most gondold végig, Ázsia tele van sárga emberrel. És ők dolgosok. És őket nem kell
arra macerálni, hogy dolgozzanak. Ők dolgoznak maguktól szinte. Nekik az, hogy ők dolgozzanak, a lételemük. Érted? És egy ember, ha dolgozik, dolgos, akkor boldogul. Hoppá! Bárhol tud boldogulni egy dolgos ember. Én ismerek. Nekem nagyon népes a rokonságom, és sok minden történt a rokonságomban már életemben. Volt, aki kiment nem dolgos emberként külföldre. Mit gondolsz, mi történt vele? Hát hamar haza kellett jönni, mert nem dolgos ember. Érted? Tehát egy nem dolgos ember nem tud boldogulni külföldön se. Ő se tudott. Pár hetet kim volt, utána jött hazafelé. Mert egyszer nem bírta, hogy annyit kellett dolgozni. Miért? Mert itthon se dolgozott sose igazából sokat. Érted? Tehát egy nem dolgos ember az nem tud boldogulni csak akkor, ha segélyezik. Márpedig, ha megnézed az arab országokban, akik abból élnek benszülöttként, hogy megkapják a jövedelmet, és nem kell nekik dolgozni érte, az egy segély. Segélyből élnek. Oké? Tehát nem munkabérből él. A munkabér azt jelenti, hogy munkát végzünk azért, hogy bért kapjunk. Oké? Neki nem kell munkát végeznie, és úgy is kap jövedelmet, az nem bér, az segély. Oké? Tehát segélyből élnek. Na akkor nézzük tovább. Tehát itt vagyunk mi, fehér emberek, akik ráadásul még régebben sokkal dolgosabbak voltunk mi fehér emberek. Csak szépen a munkanélküli segéllyel, bocs, hogyha valaha volt munkanélküli segélyed, nekem nem volt sose, és soha nem voltam egy napot sem munkanélküli segélyed. Mondom, bocs, ha voltál munkanélküli segélyem, de a munkanélküli segélyen hosszú időt eltöltött ember, mikor bevezették a munkanélküli segélyt, már akkor beszéltem erről, mert már akkor képzéseket tartottam, hogy annak nem lesz jó vége, mert leszoktatják az embereket a munkáról. Ha valaki hosszabb ideig lesz munkanélküli segélyen, az leszokik a munkáról. És mivel régen 2 év volt egy munkanélküli segély, és egész komoly összeg a jövedelemnek, tudjátok, mit csináltak régen? Azt mondták, hogy ennyi pénzért nem dolgozok, inkább maradok segélyen. Ez volt régen kezdetben. Sokan csinálták ezt, hogy azt mondták, hogy nem dolgozom, mert segélybe alig kapok kevesebbet, mint ha dolgoznék. Na most gondold végig, aki így állt hozzá a munkanélküli segélyhez, az most nem egy dolgos ember. Tehát lehetett tudni előre, hogy a munkanélküli segély szépen a fehér embert le fogja szoktatni a munkáról, azokat nyilván, akik ezt hosszabb távon veszik igénybe. Nyilván most rövid távon ez nem. Mi a hosszabb táv? Ez azt jelenti, hogy az ember úgy működik, hogyha 2 évig csinál valamilyen dolgot, akkor onnantól kezdve abban biztos lehetsz, hogy ő alkalmazkodott ahhoz a dologhoz. Jó? Tehát 2 év. Na most akkor nézzük tovább. Tehát nem elég volt az, hogy kevésbé vagyunk dolgosok, mint a sárgák, mi fehérek, hanem még kevésbé dolgossá tettek minket azáltal, ugye magát a népről beszélem, vagy a fajról, a fehér fajról beszélek, hogy lehetett munkanélkül segélyre elmenni. Régen ez úgy működött, mikor én fiatal voltam és elkezdtem dolgozni, mondom a fiataloknak, hogy ha valaki nem dolgozott, az KMK-s volt. Közveszélyes munkakerülő, és elfogta a rendőr, és bebörtönözte a elvargombot. Oké? Tehát ha valakinek nem volt hivatalos munkahelye,
vagy vállalkozása természetesen. Akkor igazoltattam, mert ott a személyben benne volt, hogy hol van a munkahelye a személyigazolványban. Ez egy ilyen lapozható kiskönyv volt, még akkor a személy, és benne volt, hogy hol van a munkahelye, és ha nem volt munkahelye, akkor a rendőrök begyűjtötték, és ment börtönbe. Hoppá! Oké? Csak hogyha nem tudnátok erről a dologról. Tehát ezáltal ugye a végen az úgynevezett átkos szocializmusban ott nem volt olyan, hogy valaki ne dolgozzon. Persze egy csomó olyan munkahely volt, ahol az ember alibi munkát végezhetett, vagy még az se. Mert például a sportolóknak, a élsportolóknak ilyen munkahelyük volt. Mert az élsportolónak is kellett munkahely, ezáltal nem profi sportolók voltak, hanem amatőr sportolók, mert a munka mellett sportoltak, de tudod milyen munkahelyük volt? Csak papíron volt a munkahely. Oké, nekik nem kellett bejárni a munkahelyre. Ismertem ilyen sportolókat. Szóval azért ki volt játszva egy kicsit a rendszer, oké, de akkor is az emberek nagyon nagy többségének munkahelyel kellett rendelkezni. Tehát magyarul arra késztették az embereket, hogy muszáj dolgozniuk. Érted? Na és akkor nézzük tovább. Tehát lényeg az, hogy mi kevésbé vagyunk dolgosak, mint a sárgák. Tehát a sárgák dolgosak. Ráadásul szaporodnak nagyon hozzánk képest ugye fehér emberekhez. És nyilván hát a sok sárga ember keletkezik, és nekiállnak dolgozni, akkor azok sokkal nagyobb teljesítményre képesek, mint azok, akik sokkal kevésbé szaporodnak, sokkal kevesebben vannak, és sokkal kevésbé szeretnek dolgozni. És ebből bizony az lett, hogy Ázsia, annak is a keleti része, a japánoktól kezdve, tehát a japánok kezdték ezt el, hogy gyakorlatilag a második világháborút követően voltak olyan gazdasági eredményeik a japánoknak hosszú ideig egészen a 70-es évekig, amiben egyszerűen lekörözték az USA-t. De hát nem csak a japánok sárgák, hanem ott ugye a legtöbben a kínaiak vannak. És bizony a kínaiak is szeretnek dolgozni, a vietnámiak is szeretnek dolgozni, stb. Stb. És ezáltal ugye elsősorban Kína, mivel a lakosság ott a legnagyobb létszámú, ezáltal ugye ott dolgozik a világon a legtöbb ember, nyilván ennek az eredménye az lett, hogy a kínai gazdaság elkezdett felfejlődni. És ugye sokáig az orosz gazdaság stagnált, de lett egy erős vezető, akit úgy hívnak, hogy Putyin, és ez az erős vezető elkezdte rendbe hozni az orosz gazdaságot. Oké? Ami előtte ugye döglődött, mondjuk így, az orosz gazdaság, az elkezdte gatyába rázni. Tehát Putyin az egy erőteljes vezető, egy karizmatikus vezető. Tehát a karizmatikus, erőteljes vezetők tudják rendbe rakni a dolgokat. A gyenge, nyámnyula vezetők, azok soha nem raktak semmit rendbe a világon. Világos ez? És ha egy ország élére egy erőteljes ember kerül, egy karizmatikus ember, akkor ez elkezdi rendbe rakni az országot. És ha az egy nagy ország, mint Oroszország, nagy ország, akkor előbb-utóbb az orosz gazdaság és az orosz háttéripar és az orosz fegyveres erők akkor nyilván elkezdenek fejlődni. És ugyanígy a kínai gazdaságra is ugyanez vonatkozik. És így az lett, hogy elindult ugye két olyan hatalom, ami évről évre
jobban fejlődött, mint az amerikai. És egyszerű matek, hogyha van mondjuk egy országban 2%-os növekedés, egy másik országban meg 7%-os növekedés, rendszeresen évről évre, akkor előbb-utóbb utol fogja érni a gyengébben fejlődött. És ha ezt végignézzük, akkor azt láthatjuk, hogy hát gyakorlatilag a kínai gazdasági eredmények elkezdték elérni az amerikai gazdasági eredményt. Az orosz még nem, mert az, ők ugye kevesebben vannak, ők csak olyan 180 millióan vannak, de akkor is, ugye, mert ugye az amerikaiak majdnem egy százassal többen vannak, tehát majdnem 280 millió amerikai észak, tehát Egyesült Államok beli ember van. Tehát lényeg az, hogy ez a két gazdaság elkezdett növekedni, és elkezdte veszélyeztetni az amerikai világuralmi szerepet, az egypólusú világrendszert. És ennek következtében ugye az Amerika nem tudott mit csinálni, tehát most gondold végig, az Amerikai Egyesült Államok, amikor én még iskolába jártam, akkor a lélekszáma 220 millió volt. Azóta növekedett valami 60 millióval az Amerikai Egyesült Államok lélekszáma, de nem azért, mert a fehérek annyival szaporodtak, hanem azért, mert a barnák annyival szaporodtak. Ami annyit jelent, hogy a barnák szeretnek a legkevésbé dolgozni, ezáltal hát az a 60 millió plusz ember nem éppen azt eredményezte, hogy nőjön a gazdaság növekedés, tehát a gazdasági eredmények növekedjenek, hanem azt, hogy több segélyt kell kifizetni. Tehát, ha nincs termelés, csak fogyasztás, akkor hogy lehet növekedni? Csak úgy lehet növekedni, hogyha a fogyasztáshoz, tehát a termeléshez képest a fogyasztás kevesebb. Ha a termeléshez képest a fogyasztás nő, logikus, akkor nincs növekedés, akkor gazdasági gondok vannak. És ez létrehozta a gazdasági gondokat. Tehát ahelyett például, hogy a sárgák 10 millióit engedték volna be az amerikaiak, ahelyett a dél-amerikai és közép-amerikai barnák, félbarnákat engedték be Észak-Amerikába. Oké? Okay? Na most, és emiatt ugye az amerikai gazdaság növekedése elkezdett visszalassulni, a kínai és az orosz gazdasági eredmények megmaradtak. És ez azt eredményezte, ugye, hogy a gazdasági eredmények csökkennek, akkor az állami bevételek is csökkennek. Ha az állami bevételek csökkennek, akkor kevesebb pénz jut a fegyverekre. Oké? Az azt jelenti, ugye, hogy a fegyverrel tudják fenntartani a csendőr szerepet, a világ csendőri szerepet. Azt fegyverrel tudják fenntartani. De hogyha nincs elég pénz a fegyverre, akkor nem tudják fenntartani a világ csendőri szerepet. Ezáltal, ha megnézitek, az oroszoknak nagyon mértékben növekedett a hadseregük állapotának a korszerűsödése, növekedése, tehát az oroszoknak, mint az amerikaiaknak. Ezáltal már az oroszok is elkezdtek a múltban csendőri szerepet betölteni. Nem csak az Amerika. És hát ez nyilván Amerikának nem tetszik, nem tetszett. Természetesen, hogy mi az, hogy az oroszok
csend, ugyanolyan csendőri szerepet elkezdenek betölteni, mint ők, tehát magyarul a katonaságuk az ő szintjére fölfejlődött. Tehát az oroszok az amerikai katonaság szintjére felfejlesztették a saját hadseregüket. Tehát, hogyha mondjuk ez a két ország akár hagyományos fegyverzettel összecsapna, nem atomfegyverzettel, hagyományos fegyverzettel, hát lehetne, hogy hívják okat csinálni, tudod, ezeket a lóversenyen mik szoktak lenni? Fogadásokat, igen, köszönöm szépen, nem jutott eszembe a szó. Fogadásokat lehetne kötni a világban, hogy melyik nyerné meg a csatát. Mert most nem világos, hogy melyiknek a hadserege erősebb, érted? De az tény, hogy például az oroszoknak több atomrakétájuk van, mint az amerikaiaknak. Oké? Okay? Tehát egy atomháborút nem lehet megnyerni, de akkor is több atombombát tudnának kiküldeni rakétával az oroszok, mint az amerikaiak. Tehát vannak olyan dolgok, amiben már le is hagyták az oroszokat. Tehát most gondoljátok végig, hogy sikerült annak idején a Szovjetuniót megszüntetni az USA-nak. Úgy, hogy csinált egy gazdasági versenyt, egy óriási gazdasági versenyt. Tehát az elnökök ezt kihirdették, hogy akkor egy óriási gazdasági növekedést kell elérni, amit várhatóan majd az oroszok, illetve a Szovjetunió nem bír. És ez tényleg bejött nekik. Ez bejött. Tehát nem bírta ezt a gazdasági versenyt, és gyakorlatilag hát elszegényedtek a gazdasági versenytől az oroszok, tehát Szovjetunió. És ezért szűnt meg Szovjetunió. Tehát, hogy csak tisztában legyünk ebben a kérdésben. Ezért tudták megszüntetni a Szovjetuniót. Jó, és most ugye mire törekszik az USA? Ugyanerre. Hát ha megnézed, ugyanerre törekszik. Tehát arra törekszik, hogy a katonai dolgok miatt, ugye ott is ez a gazdasági verseny mire vonatkozott elsősorban, ugye abban az időszakban, a fegyverkezésre. Tehát olyan mértékű fegyverkezésbe kezdett az Amerika, hogy a szovjetek nem bírták. Oké, gazdaságilag nem bírták. És most ugyanezt a technikát alkalmazzák az amerikaiak, hogy azt gondolják, hogy az oroszokat, hogyha beleviszik, hogy minél több bekerüljön nekik a háború, annál hamarabb ugyanarra a sorsra jutnak, mint amire a Szovjetunió jutott. Csak ugye, ha megnézed az orosz hozzáállást ehhez a háborúhoz, akkor ez ilyen nagyon óvatos. Tehát, hogy minél kevesebbe kerüljön. Tehát az oroszok úgy csinálják ezt a háborút, hogy minél kevesebbe kerüljön. Tehát szó szerint. Tehát előszedték a legrégebbi fegyvereket, akkor ugye lehetőleg ne sok ember élet bekerüljön az egész. Tehát próbálnak úgy csinálni dolgokat, hogy minél kisebb összegben megússzák. Ennek következtében ugye hát bírják az oroszok, sokkal jobban bírják az oroszok, mint valaha gondolták volna ezt az amerikaiak. Akkor nézzük tovább. Ráadásul ugye közben
Hát gondold végig, a háború, hogyha finanszírozza valamilyen ország valamilyen háborút, mondjuk az USA, az akkor is neki is pénzbe kerül. Tehát az amerikai államnak, tehát az amerikai adófizetőknek is pénzbe kerül. Tehát ez azt jelenti, hogy hát a gazdaság az alatt, amíg támogatnak egy háborút, nem tud úgy muzsikálni, nem tud úgy növekedni, mint hogyha nem támogatják, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a támogatás vége, föl kell venni újabb hiteleket az USA-ban. Tehát már az USA-ban régóta nem éves költségvetés van az országban, hanem negyedéves költségvetés. Tehát már nem tudom, vagy tizen akárhány éve nem tudják azt megvalósítani, hogy éves költségvetést csináljanak, hanem minden negyed évben csinálnak költségvetést. Ezért hallani olyat, hogy még a kongresszusuk nem fogadta el a költségvetést, és hát mindjárt tönkre megy az ország, mert nincs költségvetés, érted? De utolsó pillanatban mindig elfogadják. És ezért ez folyamatosan jön ez a probléma, hogy a költségvetést nem fogadták el, mert negyed évente fogadják el a költségvetést. Na most miért kell egy országnak negyedéves költségvetés? Mert képtelen éves költségvetést csinálni, mert annyival túllépi a tervezetet, a kiadás. Na most, ha még tovább növelik a kiadásokat, akkor természetes dolog, hogy hitelből finanszírozzák, tehát még jobban eladósodik az USA. És ez azt jelenti, hogy nem tud olyan mértékben fejlődni, de az oroszok sem tudnak fejlődni, mert ők is háborúban vannak. És van egy harmadik hatalom, a Kína, ezek rög nevető harmadikként, érted, az egészen, mert ők meg legalább tudnak fejlődni, mert ők nem támogatják se az ukránokat, se az oroszokat, mert ők fejlődhetnek nyugodtan. És hát emiatt ugye a Kína az még jobban fejlődik hozzájuk képest, főleg ugye Amerikához képest, mint előtte. És hát ugye mit csináljon az Amerika? Nem tud mit csinálni, nem támadhatja meg Kínát, ott nem tölthet be csendőri szerepet. Ugyanúgy nem tölthet be az oroszoknál csendőri szerepet. Sok helyen betölthet csendőri szerepet, még most is, de nem tölthet be abba a két országban, mert ők kellően erősek ahhoz, hogy ezt megakadályozzák. Erre mit próbálnak elérni ezek a hülye amerikaiak? Hát azt, hogy elérni, hogy minél kevesebb ország vásároljon Kínától. Ezt próbálják elérni. És ezzel próbálják a kínai gazdasági növekedést hát lassítani, vagy blokkolni, hogy az országok nem vásárolnak Kínától, és mit akarnak az amerikaiak ezen kívül? Hogy azt, amit nem vesznek meg Kínától, azt vegyék meg tőlük. Oké? Ugyanezt csinálták az oroszokkal is, ha megnézed. Amit nem vesznek meg az oroszoktól, most az országok, azt vegyék meg tőlük. Na most ez azt eredményezi azoknak az országoknak, akik ebbe belemennek, hogy azokat a termékeket, amit eddig Kínától vásároltak, vagy az oroszoktól vásároltak, sokkal olcsóbban, azt most sokkal drágábban fogják venni. Ugye tudjuk, hogy az infláció mit jelent. Az infláció azt jelenti, hogy a bérekhez képest, tehát a jövedelmekhez képest, nem a bérekhez, a jövedelmekhez képest, az árak hogy alakultak?
A defláció azt jelenti, hogy a jövedelmekhez képest az árak csökkentek, az átlagárak. Az infláció azt jelenti, hogy a jövedelmekhez képest az árak növekedtek. Na most, ha például a nyersanyagokat és az energiát drágában vásároljuk, akkor az infláció gerjesztő. Ha a termékeket drágábban vásároljuk, az infláció gerjesztő. Tehát ami azt jelenti, hogy inflációt hoz létre. Magyarul a termékek és energiák és egyéb árak, tehát amit vásárolunk, az drágábban vesszük, jócskán, de a bérek azok sokkal alacsonyabb mértékben növekednek, az újabb és újabb inflációt gerjeszt. Tehát most mondok példát, jó? Ha mondjuk 50%-kal drágábban vesszük majd a termékek felét, oké? Az 25%-os inflációt tud eredményezni. Világos ez? Tehát ha te összvásárolt termékeknek a felét 50%-kal drágábban vesszük, akkor ez létrehoz 25%-os inflációt. Magyarországon az átlag, tehát mostanában az inflációt egyébként 25% volt. Azt tudod, mit jelent? Amit most elmondtam, az azt jelenti, hogy az össztermékeknek mondjuk a felét másfélszer annyiért vásároljuk, mint előtte, a háború előtt. Oké? És most az amerikaiak azt akarják, olyan aranyosak hozzánk, azt akarják elérni, hogy jóval drágábban vásároljunk tőlük. Oké? Na most ugye azt azért jól tudjuk, hogy rengeteg olyan cég van a világon, nyugati országokban, ami kínai tulajdonban van. Közvetlenül vagy közvetve. Kínai tulajdonban. Ami azt jelenti, hogy ott előállítják a terméket, ami kínai tulajdonban van, és hát azt továbbadják neki, nekünk, érted? Vagy ugye bármilyen más országnak, itt akinél ezt el tudják érni, az annyit jelent, hogy gyakorlatilag akkor is a kínai tulajdonosokhoz megy a haszon, a nyereség, csak nem úgy, hogy Kínából jönnek a termékek, hanem úgy, hogy a kínai tulajdonosok által létrehozott termékek ugye innen-onnan fognak jönni, például Amerikából. Szóval egy olyan világban élünk, ahol az emberek azt gondolják, hogy minden úgy fog alakulni, hogy alakult. Tehát ezt olyan jó látni az embereken, hogy úgy csinálják, mintha mi se történt volna. Mint hogyha nem mennénk egy olyan helyzet felé, ami a lakosság, tehát az összlakosságot elszegényíti. Mondok példát, nekem van egy olyan ismerősöm, ezt itt akikkel együtt vagyunk, már beszéltük, nekem van egy olyan ismerősöm, ugye közös Mariannal, a feleségemmel, aki egy pár hónapot Olaszországban tölt el egy évben, egy pár hónapot Magyarországon tölt el egy évben, egy pár hónapot pedig Németországban tölt el egy évben. De nem úgy, hogy egy húzamban, hanem jön-megy. Tehát jön-megy. Mondhatjuk azt, hogy körülbelül ugyanannyit van itt, ott, amott, így összességében. Egyébként német-magyar állampolgár, tehát Magyarországról van, 30-40 évvel ezelőtt vándorolt ki, körülbelül 30 évvel ezelőtt. És tudjátok, mit mond? Tehát mit csinált? Ugye kereskedik. Tehát kereskedik, az azt jelenti, hogy a lakossággal kereskedik, magánszemélyekkel kereskedik. Tehát elad. Oké? Okay?
és ezt csinálja már régen, és most azt tapasztalja, hogy Olaszországban, de elsősorban Németország, ugye azt tudjuk, hogy Olaszországot elég jól tönkrevágták itt az elmúlt 3 évben, főleg onnantól, hogy elindulhatott a migráció, egész jól tönkrevágták, de ugye, és ez közrejátszik az olasz lakosság anyagi helyzetében természetesen és hangulatában, de a német, ugye a német volt a vezető hatalom Európában, a németek voltak a legjobb módúak. Tehát ha megnézzük, azok utaztak a világban, a legtöbb Európából a legtöbb turista az német volt, stb. Stb. Tehát az azt jelenti, hogy hiába mondjuk lehet, hogy Svédországban magasabb életszínvonal volt, de ugye a lakosság lélekszáma az jelentéktelen Németországhoz képest. Na szóval német ország volt ugye az az ország, amelyik, ahol a legjobb módúak voltak az emberek. A legtöbb legjobb módú ember volt, hogy maradjunk ennyibe. Tehát az átlag német az jó módú. És egyszerűen azt mondja, hogy a németeknek nincs pénzük. Nincs pénzük. Érted? Tehát a németeknek nincs pénzük. Itt vagyunk most Olaszországban, alig látunk Deutsch rendszámot, de Dés rendszámot, érted? Több osztrákot látunk. Többet, mint németet. Alig látunk Dés rendszámot. Érted? Deutsch, német rendszámot. És én emlékszem, hogy amikor régen, főleg 90-es, ugye 80-as években kezdtünk el külföldre járni, Olaszországba is 80-as években kezdtünk el járni. Mikor jöttünk, hát mindig a németek voltak a legtöbben. Mindig. Tehát az olaszok után a németek voltak itt a tengerparton a legtöbben. Most alig látni, mondom, Deutsch rendszámot. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy általános életszínvonal romlás. De az emberek azt gondolják, hogy ez most egy ilyen. Tehát, hogy itt vagyunk, lehet, hogy még lejjebb esik egy kicsit, de gyorsan vissza fog emelkedni. És akkor, hát még van egy kis tartalékunk, hát éljünk tartalékokból. Csak ez nem így fog működni. Ez úgy fog működni, hogy ez a helyzet, főleg ugye emiatt a kínai dolgok miatt, hát ugye elmondják azt, hogy ugye azt akarják, hogy a kínai termékeket majd közép és hosszú távon majd pótoljuk. Nem rövid távon, közép és hosszú távon. Tehát ez a terv. Na most gondoljuk végig, hogy akkor hogy lesz ez, mint lesz? Európában, ha megnézzük, lehet, hogy körülnéznénk, milyen ruha van rajtunk, mindent megnéznénk, és az van, hogy China. Érted? Igen. Igen. Szerintem az összes ruha és egyéb műszaki dolgokra nem is beszélve. Mindenütt az van rajta, hogy China. Itt van ez a kamera, amely közvetít, lehet, hogy ezt is megnéznénk, Panasonic Japán eredendően, de már Csájnába gyártják, érted? Szóval, hogy lesz ez? És ezt mintha az emberek nem látnák át. Mintha ezekkel nem lennének tisztában. Tehát, ha ilyen helyzetek vannak, ami kialakult a világban, és azt fogják, és összeomlasszák, akkor ennek óriási negatív gazdasági hatásai vannak. Hát lássátok, csak hogy tisztában legyetek ezzel, hát ahogy mikor összeomlasztották a kereskedelmet a Covid miatt. Oké? Hát rögtön mit okozott? Tehát, és maga a Covid is, ugye mit okozott?
Tehát az emberek egy jó része, ha megnézzük, a Covid alatt hova utazott? Sehova. Mit csinált? Oké. Tehát kipróbálták azt, hogy hogyan lehet elérni, hogy az emberek azt csinálják, amit ők akarnak. Sikerült ez a teszt. Bevált, összejött. Az emberek abban a másfél-két év alatt azt csinálták, amit akartak. Nem az emberek csinálták azt, amit akartak, hanem amit a hatalom akart, azt csináltak. Nem? És itt ugye, de miért akarják ezt csinálni? Hogy csak tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Tehát az ember úgy működik, hogy az ember addig él, ameddig vannak céljai. Oké? Tehát amikor egy embernek nincs célja, akkor értelmetlenné válik az élete. Tehát akkor ha nincs célod, nincs értelme az életednek. Ez így működik. Tehát mit tudom, egy gyereknek ugye mekkora cél az, hogy felnőjön. És akkor az a cél, hogy felnőjön, érted? És akkor addig, míg felnő, addig az a célja, hogy felnőjön. És ha felnőtt, akkor mondjuk az a célja, hogy legyen családja, az a célja, hogy legyen háza, legyen autója, stb. Stb. És akkor ez motiválja, és addig, míg ez megvan, addig él. Akkor utána az megvan a gyerek, az a célja, hogy hát föl kell nevelni a gyereket. Akkor utána el vannak addig, míg felnő a gyerek. De az embereknél lassan szépen elérték, sok embernél, hogy például nem kell gyerek. Nem, nincs gyereke. Azt mondja, hogy nem is akar gyereket. Érted? Állattal nincs annyi gond, és akkor van a házi állata, és az helyettesíti a gyereket. Szépen egy csomó ember itt a nyugati társadalomban ezt nem sikerült elérni. Hát itt most itt Olaszországban vagyunk, és olyat láttunk, olyan üzlet, olyanokat lehet kapni, érted, hogy kutya, baba, kocsi. Kutya-babakocsi, tehát a babakocsiban lehet tolni a kutyát, érted, a gazdának, akkor kutyanapozó, különböző méretű kutyanapozó, ilyen lábon álló, ilyen magas kutyanapozók, érted? Ilyen olyanból, mint a nyugágyak szoktak lenni, olyan anyagból van, és akkor kisebb méretű a kisebb kutyáknak, nagyobb méretű a nagyobb kutyáknak. Elmebetegség, erre csak azt tudom mondani. Másik helyen láttuk, hogy kutyafagyizó, érted? Kutyafagyizó, a kutyáknak fagyi. Érted? Szóval, tehát 4 éve voltunk utoljára Olaszországban, akkor nem láttunk ilyet. Akkor még nem volt, érted? A régebről meg nem is beszélve. Szóval nem volt ilyen bolondéria, mert csak azt lehet mondani, hogy bolondéria. Szóval, gondold végig, hogy egy csomó ember van a világban, a nyugati társadalmakban, ahol de nem csak a nyugati társadalomban, az egész világ korcsosul el az emberi gondolkodásban, elkorcsosulunk. Hogy gyakorlatilag elérték, hála Istennek, nem én mondom, hanem ők mondják, hanem elérték, hála Istennek azt, hogy az ember úgy működjön, hogy a célokról van szó, akkor az anyagi természetű legyen. Tehát anyagi természetű. És ez azt jelenti, hogyha nem lesz megvalósítható anyagi természetű cél, az embereknek nem lesz céljuk. És mit csinál egy ember, hogyha nincs célja? Értelmetlenné válik az élet, és meghal. Tehát ezt jól jegyezd meg, hogy akkor hal meg egy ember, hogyha nincs értelme, hogy tovább éljen. Tehát minden ember addig él, ameddig az életének értelmet tud adni. Érted? Ha az életének már nincs értelme, nincs. Nem az az élet értelme, hogy meg kell locsogatni a virágokat, érted? Ez nem az élet értelme. Az élet értelem, hogy neveljük föl a gyereket. Vagy hogyha mit tudom én, hülyéket neveltünk, és képtelen a unokánkat felnevelni, érted? Akkor felneveljük helyetted. Tehát csak azért, mert csomó ilyen nagyszülő van, érted? Aki hülyén nevelte a saját gyerekét, érted? És ezért kénytelen ő nevelni az unokáját, mert egyszerűen alkalmatlan arra a saját gyereke, hogy felnevelje az unokáját. Érted? És akkor nyilván ez megint értelmet ad az életének, mert akkor az unokát kell nevelni, tudod. De igazából, ha megnézed, csak a saját ismeretségi körödben hány olyan ember van,
főleg a férfiak, ugye, akik nem játszanak közre annyira a gyereknevelésben, hogy elérik azt a kort, amikor már nincs gyereknevelés, nincs gyerekről való gondoskodás, az földobják a talpukat. Ugye a hölgyek ebből a szempontból kicsit másak. Szóval azáltal, hogy elérték az embereknél, hogy anyagi természetű célok legyenek, és mivel minél kevesebb a gyerek, ezért annál kevesebb a nőknek is a családi feladat, csak úgy mondom. Vagy rosszul látom? Tehát ha elérik azt, hogy minél kevesebb legyen a gyerek, akkor a nőknél is sikerül elérni azt, hogy ne éljenek sokáig, mert már nincs kit nevelgetni. Nincs kiről gondoskodni. Világos ez? Logikus. Oké? Mert minél több a gyerek, akkor annál nagyobb az esélye annak, hogy hát valakiről még gondoskodni kell. És akkor a nők legalább túlélnének. De már az sem, mert elérik, hogy a nők ne is akarjanak szülni. És akkor kiről gondoskodik? A kutyáról. És akkor amikor megdöglik a kutya, mert az megdöglik, azt úgy hívják, az megdöglik, ha nem tetszik neked, akkor is így hívták mindig, hogy a kutya az megdöglik. Tehát ha a kutya megdöglik, akármennyire egyenértékűnek tartod az emberrel, én nem is fogom sose, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, tehát a kutya megdöglik, és akkor az illető is meghal. Miért? Mert hát elvesztette a kedvencét. Oké? Mert elvesztette az élete értelmét, azt, hogy gondoskodjon a kutyáról. Nevetséges. Na szóval, lényeg az, hogy olyan szépen összerakták ezt az egészet, érted, hogy hogy pusztítsák ki maguktól az emberek magukat. Hogy az egész emberiség jó része hogyan pusztítsa ki saját magát. Szépen elveszik tőlük. Tehát az ember úgy működik, ezt is megfigyeltem, hála Istennek részem volt abban, hogy el tudtam érni, hogy emberek jobb jövedelmet érjenek el életükben. Ebben nagyon sok embernek sikerült segítenem, hogy több jövedelme legyen életemben. De olyanok is voltak, akik elérték azt, hogy olyan fasz a gyerek vagyok, mennyi pénzt tudok már teremteni, és akkor leállt a tevékenységgel, a munkával is. Természetesen a jövedelem az visszaesik. És tudod, mit láttam mindenkinél? Hogy tudod, milyen nehéz egy életszínvonalból visszavenni? És tudod, hogy mennyire megviseli az embereket, hogyha az életszínvonalból vissza kell adniuk? Vissza kell venniük? És baromi mód megviselte őket. És ez minden embernél igaz, hogyha az életszínvonalból vissza kell venni, az bizony érzelmileg hat, és még a nőkre még jobban. A nőkre még jobban, mint a férfiakra. Férfiakra is, de a nőkre még jobban. És ez ugye mit eredményez? Ez azt eredményezi, hogy stressz. Tehát ez egy stresszes helyzet. Idegesség, stb. Stb. És az illetőknek a hangulata az leromlik, egyre több hibás döntést hoznak, mit tudom én, leromlott az életszínvonal, de föl kell tartani azt az életszínvonalat, vegyünk föl hitelt. Logikus? Ezt csinálják. És utána szépen eladósítják magukat, akkor még nagyobb stressz lesz annak a visszafizetése. És ezáltal szépen elérik azt, hogy vágják magukat alatt az emberek a fát. És előbb-utóbb eljutnak oda, hogy mi értelme az életemnek. Nincs pénzem arra, amit szeretnék, akkor miért élek? Tehát amikor van egy világválság, és ahol emberek életszínvonala tömegesen visszaesik, ott abban az időszakban óriási mértékben megnő az öngyilkosok száma. Akik megölik magukat. És hány olyan van, aki nem öngyilkos lett, hanem természetes halálba hal meg, mondjuk, mert mit tudom én, kap egy agyvérzést, vagy egy infarktust, érted, vagy egy sztrókot azért, mert nem tud gondoskodni mondjuk a családjáról, érted? Az már nincs benne a statisztikában, hogy hány ember halt meg természetes halálban egy ilyen gazdasági visszaesésnél.
Tehát ami azt jelenti, hogy ha jobban megnézzük, elérték azt, hogy az emberek megérjenek egy magas életszínvonalat, sokkal magasabbat, mint a világon bármikor volt. És ez nagyon fontos, hogy soha nem volt ilyen magas a világban az életszínvonal, mint most. Jó, most már megy lefele, persze, de mint ugye mondjuk 2019-ig, érted? És akkor szépen elérték azt, hogy kelljen visszaadni ebből a életszínvonalból, és minél többet kell visszaadni, annál jobban megviseli az embereket, és megviseli az egészségüket is természetesen, és szépen természetes halálban elhullanak. És akkor csak azt veszik észre előbb-utóbb az emberek, hogy jé, mennyi haláleset, sose volt még ennyi haláleset. És akkor megvan a természetes népességcsökkenés. Nem kellett kiirtani az embereket. Oké, hanem szépen úgy, hogy senki nem vesz észre semmit, szépen azt látni csak, hogy szépen elkezd fogyni a lakosság. Nem csak itt, hanem máshol is. Oké? Tehát ugye tudjuk azt, hogy bizonyos országok a Földön, egy csomó országban azért nem nagy a, nem növekedett meg ugrásszerűen a népszab, a halálozás, mert hogy mindenféle segélyekkel, egyébekkel támogatják azt az országnak a lakosságát. De ami, abban a pillanatban, ami nincs arra energia, meg jövedelem, meg keret, meg stb. Hogy segélyezzék azokat az országokat, akkor ott is fogják és éhe halnak az emberek. Érted? Kemény dolgok lesznek itt a világban, főleg azokra nézve, akik utálnak dolgozni. Főleg azokra nézve. Mert ha az ember szeret dolgozni, és talál magának így is, úgy is tevékenységet, akkor mondhatjuk azt, hogy a jéghátán is megél. De a legtöbb ember nem dolgozni szeret. Tehát a legtöbb embernek az, hogy munka, ez a szó negatív értelmű. Ha most leteszteled. Negatív értelmű. Az, hogy munka, az, hogy dolgozni kell, az egy negatív szó. Érted? A legtöbb embernek itt a nyugati társadalomban, nem csak a nyugati társadalomban, a feketéknél is, fehéreknél is, sárgáknál nem. De ha összeadjuk ugye a három fajta, fehéret, a feketét, meg a barnát, akkor mondhatjuk azt, hogy többen vagyunk, mint a sárgák. Hiszen például az indiaiak, akik szintén nem annyira szeretnek dolgozni, mert barnák, így van, többen vannak, mint a kínaiak. Tehát ez a három faj, az nagyobb létszámú, mint a dolgos, és akkor szépen el lehet érni azt, hogy pusztuljon a férgese. Nem én mondom, hanem ők gondolják. Érted? És akkor szépen el lehet érni azt, nem sok kell hozzá. Minél gyorsabb az életszínvonal csökkenés, annál több ember fog meghalni. Mert annál több ember veszti el az életének az értelmét. Világos az? Na most gondold végig, már így működött, hogy az ember beiratja a saját gyerekét az iskolába. A saját gyereke látja, hogy milyen ruhában, cipőben, stb. Jár a osztálytársa. És akkor hazamegy, és akkor azt mondja, hogy nekem is kell olyan. És anyu, vegyél nekem ilyen ruhát, ilyen cipőt. Nem számít, hogy ez egy kisebb vagyon. Nem számít, érted? És akkor ott rágja a szüleinek a fülét, hogy vegyen olyat is. Mit csinál? Na jó, akkor vegyünk fel a hitelt, hogy a gyereknek vegyünk olyan drága ruhákat, érted? Simán megcsinálják. És akkor ugye mi lesz? Szépen eladósítják magukat. És akkor utána mi van? Hopp, kirúgják az egyiket a munkahelyről. Miért? Nem azért, mert rosszul dolgozik, hanem mert leépítés van. Mert nincs szükség a munkájára. És
hogy fogja fizetni, törleszteni a részleteket. Erre az emberek nem gondolnak. Tehát egy ember, amikor viszonylag úgy keres, hogy abból tudja finanszírozni a dolgokat, akkor legritkább esetben fordul elő, hogy valaki arra gondol, hogy ennek vége lehet. És arra gondol, hogy lehet anyagi szempontból rosszabb helyzet. Legalábbis itt a mi társadalmi formánkból, a nyugati társadalomban. Ez sajnos így működik. Tehát az emberek már régen is ezt észrevettem, hogy azt gondolják, hogy ha most jó a jövedelme, akkor 20 év múlva is jó lesz. Na most eltelt 19 óta a negyedik év, érted? A negyedik évben vagyunk. Most is így gondolkodunk? Mi mindig így gondolkodnak. Ez egy alapvető gondolkodási mód. Hogy rosszabb nem lesz úgyse. Érted? Nem lett rosszabb? Hát vak vagy, ha nem látod, hogy rosszabb lett. De nem magadból indulj ki. Lehet, hogy neked nem lett jobb. És akkor tudod mondani, hogy nekem nem lett jobb. Jó, akkor nézd meg az emberek nagy részének. Rosszabb lett, vagy nem? Egyértelmű. És nem csak itt. Tehát nem csak Magyarországon, Olaszországban is, Németországban is. Nem csak itt. Mindenütt rosszabb lett. És nem a háború miatt. Nem. Azért, mert nincs ennyi emberre szükség a bolygón. És ezt nem én mondom, hanem a hatalom, a látható hatalom mögött lévő, az a hatalom, aki a kölcsönöket finanszírozza. Érted? Kölcsönöket adja. Az a hatalom. Oké? Márpedig ilyen hatalom létezik, mert nem az államok adnak egymásnak kölcsönt. Oké? Hanem családok, magán családok adnak kölcsönt az államoknak. Oké? Az országoknak. És ezáltal a magánszemélyeknek is. Világos ez? Ja, és ugye azért a hatalom, egy olyan világban élünk, aki a pénz. Oké? Ez van. Na úgyhogy, ha te úgy gondolnád, hogy te nem akarsz ebbe a csapdába beleesni, amiben a lakosság nagy része éppen önként menetel befele, együtt karöltve menetelnek, akkor itt adunk egy lehetőséget arra, hogy az emberek kilábaljanak, ugyanis az embernek nem az az életének az értelme, hogy túléljen, vagy minél több pénzt költsön, hanem, és nem, az, nem úgy kéne életet élni, hogy tudatlanság, hanem az élet értelme az a folyamatos fejlődés, a folyamatos tudásgyűjtés, az élet és az ember működésével kapcsolatosan tudásgyűjtés, azért tudásgyűjtés, hogy képesek legyünk arra, hogy ezt a tudást hozzáadjuk az eddigi életünk tudásaihoz. Oké? Ha nem tudod, miről van szó, akkor nézzél meg tőlem még egy pár videót, és akkor tisztában leszel azzal, hogy miről beszélek. Tehát nem az embernek magának, amit látunk a tükörbe kell fejlődnie, hanem a lelkének kell fejlődnie. Tehát a lelkünk az, amelyik korlátlan tudásképességekkel tud rendelkezni, és erről nekünk kéne gondoskodni emberként. Ha már egyszer van bennünk egy olyan lélek, amely korlátlan időtartammal rendelkezik, amelyik soha nem hal meg, végtelen élettartamú, amelyiknek egy emberi élet az csak egy porszem körülbelül, és ez az emberi életünknek viszont az az értelme, hogy itt ebben az évtizedekben, amit itt eltöltünk a földi létünkben, annyi tudást és tapasztalatot gyarapítsunk, és megoldást, hogy képesek vagyunk a megoldásra, gyarapítsuk ezekkel a tudásunkat,
amit egyéb formában nem tudnánk megtenni. És gondold végig, ha az emberek mondjuk tudnának olyat csinálni, hogy szeretetben, békében, boldogságban együttműködjenek, akkor mondjuk ezen a bolygón nem lenne háború. Nem lennének elnyomók. Érted? Tehát mi keresünk olyan embereket, akik szeretnének egy jobb társadalmi formát létrehozni, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ugye legyen egy szeretett korszak, egy aranykor, ahol nem háborúskodás van, nem békétlenség van, hanem béke és szeretet van. És ezt egyedül nem lehet megcsinálni senkinek a bolygón. Még aki azt gondolja, hogy neki van saját egyedi útja. Nincs egyedi út. A világon egy dolog van. Akkor lehet szeretet, béke és boldogság, ha ebben képesek az emberek együttműködni. Tehát a szeretet, békét és boldogságot nem lehet 100 millió szálon létrehozni. Nem működik, akkor abból soha nem lesz együttműködés. Tehát gondold végig, milyen család az, ahol mondjuk lakik, élnek együtt két ember, egy férfi meg egy nő, de nem tudnak együttműködni, mert nincs szeretet. Vagy van szeretet, de nem tudnak együttműködni. Ez milyen család? Tehát az emberiség neki egy nagy családnak kell lenni. Egy olyan család, ahol senki nem idegen, érted? És senki felé nem kell úgy viszonyulni, hogy bizalmatlansággal. Tehát miért nem lenne jobb egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek bízhatnak egymásba, és nem bizalmatlansággal fordulnak egymáshoz? Miért az a jó, hogy az emberek bizalmatlanok egymásra? Amikor találkozik két vadidegen ember, akkor miért az a jó, hogy bizalmatlanok egymással? Miért nem annak kellene lenni, hogy feltétel nélkül bíznak egymásban, mert tudják, hogy a másikban is ugyanúgy lehet megbízni, mint saját magában. Ja, csak lehet, hogy saját magában sem tud megbízni. És azért nem tud megbízni másban sem. Tehát nem kellene ezeket a dolgokat helyre rakni. Hogy az ember tudjon bízni magában is, és másokban is. Jó, és itt van egy közösség, amely erre tette föl, ahol a közösség tagjai erre tették föl az életüket, hogy ezt megcsinálják ezen a bolygón. És ezt meg is fogjuk csinálni. Mert meg kell csinálni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen mesterünknek ezt a mai érdekes előadást ismét. Nagyon sok hasznos dolgot megtudtunk a mai nap is. Igen, köszönjük szépen Szalacsik Miklós mesterkócsnak ezt a mai zseniális előadást, és rendkívül elgondolkodható kérdéseket kaptunk itt a végére is főleg. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak érdemes elgondolkodni és végig gondolni ezt a néhány kérdést. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni, mert az első előadást, amikor ugye megláttam, meghallottam a mestertől, akkor én azt érzékeltem abból az előadásból, hogy itt megvannak a megoldások. Ugye itt elég sok élethelyzet van az embereknek, amire az emberek hát nem biztos, hogy találják a megoldást, és itt nálunk a PPA Nyílt Akadémiánál megvannak a megoldások,
És igazából én mindig is egy olyan embernek tartottam magam, aki keresi az életben a megoldásokat. Még az e-mail címem is az egyébként, hogy megoldások. És hát ez az e-mail cím, ez már régi, tehát valamikor, nem is tudom, még úgymond talán egy 15 éves e-mail cím, de az az e-mail cím, hogy megoldások. És ugye, tehát valami oknál fogva már akkor is az motoszkált a fejemben, hogy a megoldásokat keressem. Ez nyilván az nem volt még tudatos abban az időben, de később jöttem rá, mióta ugye itt tanulok, hogy nem volt ez sem ugye véletlen. És hol találni olyan helyet a világban, ahol egy helyen megvannak a megoldások? Mert mi nem tudunk más olyan helyet, ahol ugye a megoldások konkrétan megvannak azokra, amelyek ugye itt elhangzottak. Milyen formában vannak megoldások? Tudás és módszerek formájában. Mire van megoldás? Tehát minden olyan dologra, ami a hétköznapi életben kérdés lehet, vagy felmerülhet, arra itt nálunk megoldások vannak, és én ezért kezdtem el annak idején. És nemhogy nem csalódtam abban, amit itt kaptunk, hanem sokkal többet kaptam annál, mint amit igazából vártam. És ennél fogva az életem egyik legjobb döntése volt az, hogy elkezdtem ezt a képzést itt a Nyílt Akadémiánál, és azóta is ugye itt tanulok. Ennek már lassan 7 éve lesz, hogy ugye itt tanulunk. És a Nyílt Akadémiánál, tehát a Nyílt Akadémia ember és lehetőbbító képzései által ugye jobban tudok már bánni nem csak önmagammal, hanem a párommal, gyerekeimmel, és a többi emberrel is. Nekem az egyik nagy gondom ugye régen az volt, hogy ez nyilván az is egy későbbi felismerés, amióta úgy itt tanulok, azóta ismertem ezt fel, hogy néha beszéltem erről, hogy nem tudtam azt, hogy mit nem tudok. És ez elég nagy probléma volt nálam, és szerintem, ahogy látom az emberek jó részén elég nagy probléma az, hogy nem tudjuk azt, hogy valójában mi az, amit nem tudunk. Ugye miért van ez? Hát azért van ez, mert olyan tudások is léteznek a bolygón, amelyek nincsenek az emberek elé téve. Tehát egyszerűen az emberek nem látják, hogy vannak, léteznek olyan tudások, megoldások, nincsenek előttük, és azért csak azt látják, ami ugye előttük van. És itt nálunk egy olyan kerek egész rendszer van, amit ugye a mesterünk összerakott itt a sok-sok év alatt, és az egy zseniálisan összerakott rendszer. Egy olyan rendszer van itt, egy képzési rendszer van itt összerakva, hogy az élet minden fontos területére megoldások vannak. És például önbizalmam, önértékelésem, önbecsülésem jelentősen nőtt, mióta ugye itt tanulok. Ez bizonyítja az is, hogy ide kimerek állni emberek elé. Tehát ezt korábban nem igazán, akik ugye régebbről ismertek engem, szerintem valaki esetleg engem most láthat, az lehet, hogy csodálkozik azon, hogy emberek elé kimerek állni. Sőt, ugye sok ember elé is kimerek állni. És ugye tudok beszélni, ezt mindet Szedlacsik Miklósnak köszönhetem. Aztán például, ha belekezdek valamibe, egy új dologba, amit esetleg addig még nem csináltam, képes vagyok arra, hogy sikerre tudom azt a dolgot vinni. Hát ez sem volt igazából jellemző rám. Aztán talán a legnagyobb sikert abban értem el, az egyik legnagyobb sikert, hogy megtanultam jobban bánni az emberekkel, és jobban el tudom őket fogadni, jobban meg tudom őket érteni. És ami nagyon-nagyon fontos számomra, és ami nekem rengeteget használt, és rengeteget jelentett, az, hogy értem, sokkal jobban értem a világ működését, és az emberek működését, és az ok-okozati összefüggéseket minden téren sokkal jobban értem, és
Ez az, hogy az ember elkezdi érteni az ok-okozati összefüggéseket, arról, hogy hogyan működik a világ, hogyan működik az ember, és hogyan működik az élet, az egy nagyon-nagyon jó életet tud az embernek adni, egy nyugodtabb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet és egy jövőképet. A mai világban mennyire fontos az, hogy legyen az embernek egy jövőképe. Hát talán soha nem volt még ennyire fontos, hogy legyen egy jövőképünk. És az itt nálunk megvan. Tehát bármilyen élethelyzettel néznek az emberek szembe, itt nálunk van jövőkép, vannak megoldások. És nem történhetett volna velem jobb dolog, mint az, hogy elkezdtem itt a Nyílt Akadémián tanulni. És nem lehetünk elég hálásak Szedlacsik Miklósnak azért, hogy nap mint nap, hétről hétre szemünket ugye felnyitja, és rávilágít olyan dolgokra, amire egyébként mások nem hívják fel a figyelmünket, mert muszáj, hogy szembenézzünk dolgokkal, muszáj, hogy felismerjünk dolgokat, mert a változás, a változtatás az csak így jöhet létre, és kell, hogy változzunk, kell, hogy változtassunk az életünkön is, és hogyha egyénileg változtatunk, akkor ugye mi fog történni? Minél több ember változtat az életén, azáltal, hogy a mesterünk felhívja a figyelmünket a dolgokra, azáltal lesz itt egy jobb világ, nem? Én is 7 éve kezdtem el, igazából egyszerre kezdtünk el tanulni, és én először csak hallgattam a képzéseket, mert még akkor nagyon kicsik voltak a gyerekek, de úgy gondoltam, hogy amiben párom belevág, az általában mindig jó dolog. És ugye, hogy telt az idő, ezt megerősítette a mester is, tanultunk ugye számmisztikát, és ott kiderült, hogy a küldetés száma minél magasabb valakinek, annál magasabb a fejlettségi szintje, hát nálunk ez úgy volt, hogy neki egy pár számmal magasabb, mint az enyém, és bizonyította is, hogy igen, ő többet tud, mint én. És ezt nehéz volt több alkalommal is legyűrni, hogy igen, hát nem biztos, hogy nekem van igazam, de nagyon, nagyon sok segítséget kaptunk a mesterünktől, nagyon sok módszert, amivel nagyon szépen csiszolódunk össze. Nagyon-nagyon sokat köszönhetünk az alatt, a 7 év alatt a mesterünknek, mert rengeteg olyan dolog történt az életünkben, hogyha nem lenne ez a szervezet, akkor nem is tudjuk elképzelni, hogy hol tartanánk most. Valószínű, hogy mi is az átlagember életét tele hitellel, tele problémákkal, szaladnánk, mennénk mások után. Jövőkép nélkül. Nem lenne csak az anyagi a fontos, tök mindegy, hogy beleroskadunk a hitelbe, de akkor is minél szebb házunk, minél drágább autónk legyen. Mert sajnos a mai világban ez a trendi, nem találok most más szót rá, hogy az a valaki, aki minél szebb, minél drágább autóval jár, minél a külsőség, igen. Azt hiszik, hogy ha valakinek sok pénze van, teljesen mindegy, hogy azt a pénzt hogyan szerezte, akkor ő valaki. És rájöttünk ezek alatt, az évek alatt, hogy bizony nem ezek a dolgok a fontosak, hanem az, hogy a lelkünkre hallgassunk mindig is, és a belső értékeinket gyarapítsuk, és azokat a dolgokat vegyük előtérbe, ami azt szolgálja, hogy minél boldogabb életet élhessünk, és minél több embernek tudjunk ebben segíteni. És 2 évvel ezelőtt
el kellett a munkahelyemet hagyjam, amit ugye nem bántam, de azért mégiscsak ott volt bennem. Hát akkor még többnyire és kellett az a pénz, amit a munkahely által is kaptam. Aztán nehezen viseltem, hogy el kell jöjjek, de tudtam azt legbelül, hogy ez csak értem van. És ugye ez utána be is bizonyosodott. De ha nem lett volna ez a szervezet, és akkor már ebből is éltünk, de ha nem lett volna ez a dolog nekünk, akkor nagyon nehéz lett volna minden. És itt van, nem elég, hogy itt van egy olyan dolog, amit sehol máshol, sehol nem lehet ezt megkapni, máshol megtalálni, hogy így tudjunk napról napra szinte fejlődni. És még mellé az is jobb a tortán, hogy mellette még ezzel anyagilag is segíti az életünket a mesterünk és ez a szervezet. Szóval itt mindenki jól jár. Nem csak magunkon tudunk segíteni, hanem a többi emberen is. És az a célunk, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. És minél több embernek eljuttatni ezt a közös célt, és ezt a csodálatos jövőképet, amit mindnyájunknak már kialakult. És én nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy gondolkozzon el tényleg ezeken a dolgokon, amit a mesterünktől ma hallott, és próbáljon minél több videót megnézni tőlem, mert rengeteg ingyenes videó van fent a YouTube-on, és annyi, de annyi hasznos dolgot hallhattok, és ha bárkinek kérdése van, rengeteg PPH-s szervező van fent különböző közösségi médiákon, legtöbben Facebookon, és bármilyen kérdés felmerül, nyugodtan akárkinek egy szimpatikus embernek tegyétek fel a kérdéseiteket, mindenben fognak segíteni, válaszolni, hogy működünk, mi is, amit mi csinálunk, mindenben segítenek, bárkiről legyen szó. A képzéseink díja pedig igazán egy csekély összeg, 19.700 forint az első hónap, a második hónaptól 12.500 forint. És úgy gondolom, hogy a mai világban ez igazából bárkinek megfizethető. Bemegyünk egy boltban, nem veszünk szinte semmit, és ott hagyunk 10.000 forintért, mert szinte semmit nem veszünk. És ha azt nézzük, hogy az, mit ad nekünk az a pár élelmiszer, vagy bármi, amit megveszünk, vagy ez a képzés, ami által egyre csodálatosabb, egyre boldogabb életet élhetünk, és azt az életet élhetjük, amiért ide leszülettünk. És azt az életet tudjuk eljuttatni másoknak, ami a mi életcélunk. Akkor ez igazán, igazán nem nagy összeg. De ezt meg kell, hogy tapasztalja mindenki. Mert így most mi már megtapasztaltuk, és mi annyira hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és annyira hálás vagyok, hogy ennyi évesen én már itt lehetek. És vannak tőlem jóval fiatalabbak is, akik már köztünk vannak. Persze minden korosztály megtalálható, de az, hogy ilyen fiatalon már ilyen tudással, ilyen módszerekkel gazdagodhatunk, és tudjuk magunkat fejleszteni, ez nagyon-nagyon nagy szó. Itt is ülnek ugye hány évesek? 14 éves. 14 évesek? A legfiatalabb most köztünk, akik itt vagyunk.
külföldön. Tehát 10 évesek is vannak itt azért a PPL Nyílt Akadémiánál. 20 évesek, 10 évesek. Úgyhogy és ők is minden korosztály serényen ténykednek, hogy minél több ember bizony meg tudja ezt a csodás dolgot, amit itt véghez viszünk. És nagyon nagy boldogság ez. Főleg a szülőknek. És mi is nagyon szeretnénk, ha úgy tudnánk a gyermekeinket nevelni, hogy nagyon jó mintát lássanak. Mert nem mindegy, hogy nőnek fel. Nagyon nem mindegy. Szeretném még valamit mondani? Hát azt hiszem, én fontos kiemelni azt, hogy az első rész, amit ugye most hallottál, az csak egy ilyen tudatosságfejlesztés, tehát nincs benne módszer, és nincsenek benne megoldások. És a megoldások azok ugye a következő részben lesznek. És ezért azt javaslom neked, hogy kezd el most te is a coach képzést. Keresd fel, vagy keressél fel számodra egy szimpatikus embert ugye a Facebookon. Legtöbben ugye ott vagyunk, ahogy a párom is mondta. És vedd fel vele a kapcsolatot, és segíteni fog neked mindenben, hogy hogyan tudod ezt a képzést elkezdeni. A szünet után a gyereknevelés 2 coach képzésünk fog folytatódni, amelyen, ha szeretnél részt venni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet lesz, és amennyiben tanuló vagy, akkor át kell lépned a másik oldalra, a coachképzés oldalra. Ezt hogyan tudod megtenni? Ha például kilépsz az oldalról és visszalépsz, akkor rögtön meg fognak jelenni ilyen színes kis gombok, és a kék színű gombra nyomjál rá, és akkor rögtön oda fogsz ugrani, oda fogsz lépni, és ott fog majd kezdeni ugye a coachképzés. A rádion is tudod követni, illetve a videón is. Ha nem akarsz kilépni és újra visszalépni, akkor pedig a képzéseink menüben a jelen havi élő gyereknevelés 2 oldalra nyomjál rá, és akkor ott fogod tudni követni. Mi nagyon szépen köszönjük Szabadcsik Miklós mesterkócsnak, hogy a mai nap házigazdái lehettünk itt az első részben. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánunk a továbbiakban, és akkor hamarosan folytatjuk 30 perc után. Jó fejlődést! Sziasztok!